A Deák Ferenc megyei és városi könyvtár idén is csatlakozott az országos könyvtári napokhoz, amelynek témája ezúttal az egészség volt. Ehhez kapcsolódóan Mányoki Attila hosszú távú szóbeszámolót tartott a Japánban átélt élményeiről, nehézségeiről. Beszélgetőtársa pedig az egyik kísérője, az Zalaegerszegi Televízió és a Kvártéház igazgatója, Tompa Gábor volt. Első magyarként és a világon a 13. úszóként Mányoki Attila legyőzte az Ocean's Seven egyik állomását, a rendkívül veszélyes Tsugaru-szorost. A zalaegerszegi hosszú távú úszó 37,1 kilométert tett meg Japánban, 7 óra 29 perc alatt. Nekem, amikor mondták, hogy hajnalba kell úsznom a sötétben, én megmondom őszintén, nem szeretem, sőt az elején kimondottan inkább mondhatom azt, hogy félek is. Az indulás hajnali 4 órakor volt. Mányoki Attila, mint mondta, végig nagyon erősnek érezte magát. A tenger hullámzása és a szél felerősödése azonban eléggé megnehezítette az úszását. A táv teljesítése közben még cápák is megtámadták. Én eddig még soha gyakorlatilag egy arasznél nagyobb halat még soha nem láttam a vízbe, és most hirtelen kaptam 2-4 méteres fehér cápát. Ilyen szempontból ez persze, hogy ez egy újdonság volt. De hát inkább a legfontosabb az, hogy amilyen intenzitáson kellett itt a környezeti dolgok miatt úsznom, ez volt inkább a számomra a legfrissebb és a legmélyebb tapasztalat. A zalaegerszegi hosszú távú szó nem csak fizikálisan és mentálisan készült a rendkívül veszélyes táv teljesítésére, hanem előtte a japánokkal együtt különböző számításokat végeztek. Azt mondták, hogy ha innéten indulunk, hogy eredetileg ezt a pirosat tervezték, hogy szerintük az én fizikai kondíciómmal, szerintük én így fogok tudni haladni, és akkor fogjuk elérni a csúcspontot. Az időjárási körülmények és az áramlatok folyamatos változása miatt azonban állandóan újra kellett tervezniük az útvonalat. Volt olyan pillanat is, amikor mellúszásban folytatta útját a hosszú távúszó, azért, hogy ne sodorja el a víz. Mindezt a kísérők két hajóról figyelték. Egy ember kommunikált a magyar csapatból az Attilával, és egy ember kommunikált a japánok részéről az Attilával, de ő is csak ilyenkor. Különleges világban voltunk ott, és remélem, hogy még ilyen különleges világokba el tudunk jutni, hogyha a jó Isten is megsegít minket, hogy lehetőségünk lesz eljutni a következő állomásokra, az biztos állítom, és abban biztos vagyok, hogy az Attila ezt az Ocean Seven-t teljesíteni fogja. A hosszú távú szó mesélt a vendégeknek a célterület előtti medúzarajról is, amely néhány kellemetlen csípést okozott neki. Már maga az a tény, hogy itt egy beszélgetés zajlott, sokkal jobban tetszett, mint az átlag előadás, hogy az előadó beszél, tehát mi pedig passzív tevékenységet végzünk, tehát nem válszunk. Az adatok, hát azok elég lenyűgözőek voltak, tehát ez az egész teljesítmény, amit itt hát láthattunk, és fotókon, videókon keresztül végigkövethettünk. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy ez tényleg fantasztikus. Az Ocean's Seven következő állomása a szörfösök paradicsoma, a Hawaii-szigetek lesz.